azt beszéltük, hogy egy kis lépés legalább, ha ma sikerült tenni, akkor hát ha átszakad az a gát, amin át kell, hogy essünk. Az első 15 perc után úgy gondolom, hogy ez sikerült, és most tudtuk olvasni a játékát az ellenfelünknek, át tudtunk rajtuk rohanni, nagyon könnyű gólokat tudtunk lőni, úgyhogy ez volt végül is a cél, hogy egy feszes védekezésből tudjunk rohanni. Ez hála Isten 4 meccs után most sikerült, úgyhogy nem bízom benne, hogy tényleg lesz egy teljes hetünk, és a Bukarestre ezt tudjuk tartani is. I think we did a better job in defense and also in attack, but we have to say that our opponent missed also a lot of key players. Jövő hétre nézve és az utána való periódusra nézve nagyon jó, hogy ezt így tudtuk zárni. Jövő héten egy teljesen új héttel kezdünk, egy teljesen új normális hetet tudunk megkezdeni. Én nagyon-nagyon remélem, hogy szépen fokozatosan visszajön az a forma, ami eddig volt, és ne felejtsük el, hogy március-áprilisra nem elég ez, hanem még több kell, és még előrébb kell tartanunk.